Úgy gondoljuk, hogy megkerülhetetlenek vagyunk a média tekintetében. Mi vagyunk az a médiacentrum, ahol a televízióban, a rádióban és portálon is kínálunk megjelenési lehetőséget a cégeknek, ezzel tudatva és ismertetve a város lakosságával azt a tevékenységet, amit ők végeznek, de nagyon nagy szerepet szánunk annak, hogy ezek a cégek bennünket használjanak a különböző reklámhirdetéseik elhelyezésére is. Mi jellemzi az Egerszeg Rádió műsor szerkezetét? Elsősorban az élő műsorok, ezek nagyon-nagyon fontosak, és ez az, ami igazából a rádiónak a hallgatottságában is természetesen visszakacsint. Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis mi reggel 6-tól egészen este 6 óráig minden nap élőben vagyunk, és állunk a tisztelt rádióhallgatók rendelkezésére. Ez úgy néz ki, hogy van egy reggeli ébresztő műsorunk reggel 6 és 10 óra között, aztán 10 órától egészen délután 2 óráig interaktív módon a kedves hallgatóké az éter, hiszen minden nap vannak névnaposaink, születésnaposaink, házassági évfordulósaink, akiket ott például fel lehet köszönni, egy aranyos üzenetet lehet továbbítani általunk, egy jó zeneszámot lehet hozzá kérni, és így ez a 4 óra, ez egy abszolút interaktív 4 óra. A Hello Egerszeg című műsorunk a délutáni műsor, amelyben viszont a fő csapásirány elsősorban a közlekedés, mert ugye mindenki indul hazafelé a munkahelyéről, és ez nagyon-nagyon fontos itt a városban és a város környékén, hogy milyen közlekedési feltétel állnak rendelkezésre. Ezen kívül vannak tematikus műsoraink, amik szintén nagyon népszerűek. Nagyon-nagyon sok betelefonálunk van, köszönhető az internet világának, tehát az interaktív műsorokhoz még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy tulajdonképpen a világ minden tájáról jönnek nekünk üzenetek, és így nagyon sok hallgatóra teszünk szert, nem csak itt a városban, hanem az interneten is. Milyen a hallgatottsága a rádiónak, mit mutatnak a mérések? Folyamatosan piacvezető pozícióban vagyunk a városban, tehát az Egerszeg Rádiót hallgatják a legtöbben. A legutolsó mérések szerint 38,5% fölötti a hallgatottságunk a 18-49 esztendős korosztályban. A mögöttünk lévő második számú rádió a Rádió 1, közel 10% minusszal, és a Retro Rádió 20% minusszal. Tulajdonképpen az elmúlt 5 évet ez az arány is jellemzi, tehát körülbelül ennyivel vagyunk mindig piacvezetők itt a városban, és ez köszönhető elsősorban a 12 órás napi élőadásunknak. Milyen munka kellett ahhoz, hogy egy megfelelő háttere legyen a hírportálnak? Hát ugye a technológiai oldalról érkezünk, de az informatika az nagyon erősen kéz a kézben jár a grafikai megjelenéssel. Tehát az első lépés az, hogy el kell találni a megbízó igényeit. Tehát az a média felület, ami jó lehet a híreknek a közvetítésére, annak a keretét kell kitalálni, ezt mi úgy hívjuk, hogy felhasználói élmény. A második lépés az ugye az újságírók munkájának a támogatása, kell egy tartalomfejlesztő, egy újságírói rendszer a háttérben, és hát a nagyon fontos a következő, az az üzemeltetés, és ezért lett egy olyan 3 hónapos fejlesztés, hogy meg kell ágyazni annak, hogy bármelyik hír, amit helyi hírportálon alakítunk ki, az bármikor lehet országos hír. Tehát az üzemeltetésnél országos hírek elbírására alkalmas portálfelületet kell, hogy készítsünk, tehát felhasználó élmény, funkcionalitás és üzemeltetés adatbiztonsággal karöltve. Jók a számok, az elérési számok, hova lehet fejlődni, mindig valahova? Nyilván van egy üvegplafon, amit a helyi fix olvasói közösség jelent, ezért is mondtam, hogy a helyi hírek azok tulajdonképpen elérnek egy olyan volument, aminél azért nagyon nehéz már hova fejlődni, ha más nem nézzük, akkor inkább minőségben vagy terjedésben. De én azt gondolom, hogy a megyei, illetve a regionális hírek vagy kitekintés mellett a külföldiek által fogyasztott helyi tartalom is növelheti még az elérési alapot. Tulajdonképpen a fejlődésben oda lehet még elérni, hogy több csatornát vezetünk be, több közösségi csatornát vezetünk be, ez mind-mind emelheti még a terjedésünket. Mi minden kell ahhoz, hogy a portálon megjelenő hírek és az információk a közösségi média felületeken eljussanak az emberekhez? Ez sok esetben nagyon több tényezős feladat, főleg ami a Facebookot illeti és magát a közösségi médiát. Az első, amit ki tudnék emelni, az a konzisztencia. Mindenképpen fontos az, hogy az emberek folyamatosan és konzisztensen és belátható időtávok között posztoljanak. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy óránként vagy akár naponta többször is bejegyzést kell tenni és létrehozni, viszont az fontos, hogy meglegyen egyfajta rendszer, és ez a kialakult rendszer, ez fönntartás alatt és fenntartások mellett is tudjon működni. Ez az egyik, a másik, amit pedig ajánlani tudnék, az az, hogy sok kicsi sokra megy alapon, minél kevesebb hirdetési költséggel teszteljünk, és hogyha a teszteléseink pozitív eredményeket mutatnak, akkor azokat fölfele skálázva tudjuk tovább még több emberhez eljuttatni és elérni. Mennyire fontos az a tartalom, amit közzétesznek?
eszenciális, talán ez a legfontosabb. Tehát lényeges tartalom nélkül önmagában a marketing mind sem ér. Ezt szerintem minden józan eszű ember tudja. Ahhoz, hogy a hírek eljussanak az érdeklődőköz, akár a rádión, akár az online felületen, akár a televízión, nagyon sok human erőforrásra van szükség. Mekkora létszámmal dolgozik a cég? Azzal, hogy folyamatosan bővítettük az elmúlt években felületeinket, a dolgozók számát is emelni kellett természetes módon. Ma több mint 30-an dolgozunk napi szinten a televízióban, rádióban és a hírportálon keresztül azon, hogy minden információ, minden nagyon fontos helyi történés eljusson a lakossághoz. Milyen visszacsatolásokat kapnak az egyes felületek? Nagyon jók a visszacsatolásaink, nagyon boldogok vagyunk, hogy a televízióban dolgozókat nap mint nap megismerik az utcán, kérdéseket tesznek fel a munkánkkal kapcsolatban, ötleteket, témákat adnak, akár személyesen, akár telefonon keresztül. Ugyanezt mondhatjuk el a rádióval kapcsolatban is, hiszen nagyon jók ott is a visszajelzéseink, szerencsére nem csak Zalaegerszegen hallgatnak bennünket, hanem külföldről, a tengeren túlról is érkeznek hozzánk kérések, üzenetek, illetve jó kívánságok és köszönetnyilvánítások, hogy ők is megtudhatják, hogy mivel foglalkoznak, mi történik itt Zalaegerszegen. És a hírportál is nagyon jó egy évet futott be, hiszen nem vagyunk még egyévesek, de rengeteg elérés sikerült produkálnunk az elmúlt több mint 10 hónapban, és ezen az úton megyünk tovább. Valószínűleg a város több lakója úgy van, mint mi, hogy örül annak, ha a környék gazdaságáról rendszeres tudósítást kaphat, és a cégek pedig különösen örülnek ennek, hiszen itt ebben a közegben élnek, itt vannak kapcsolataik a városvezetéssel, az iskolákkal és minden olyan szervezettel, aki a munkájukat támogatja, és igazán örülünk, ha rendszeres tájékoztatást kaphatunk a gazdasági élet eseményeiről, és különösen örülünk annak, hogyha a saját kimagasló eredményeinket esetleg a TV közre adja. Zalavíz ZRT számára mind a városi televízió, mind a rádió nagyon-nagyon régi partner, tulajdonképpen megalakulás óta. Nagyon fontos nekünk, mint média felület, a valós tények folyamatos és a lehető leggyorsabb közlése, hiszen például, amikor rendkívüli hírbaelhárítást végzünk, úgy mind a fogyasztóknak, mint a közlekedőknek nagyon fontos, hogy gyorsan információhoz jussanak, illetve a szemléletformálási munkánkban, a fejlesztések kommunikálásában is hihetetlen nagy segítséget nyújt. Nagy örömmel mondhatom el, hogy nagyon jó partnerek vagyunk. Amikor a látogatók hozzánk érkeznek, akkor egy elégedettségmérési kérdőívet is kérünk tőlük, hogy töltsék ki távozás előtt természetesen. És itt a második kérdés az, hogy honnan értesült a mi új intézményünkről. És hát itt nagyon nagy számba azt töltik ki, és azt jelölik be, hogy a tévéből, vagy rádióból, vagy online felületekről. Tehát én úgy gondolom, hogy az, ami nekünk kellett ahhoz, hogy bevezessük és bejárassuk ezt a nagyszerű intézményt, ahhoz elengedhetetlen volt az, hogy ennyire jó partnerekbe leltünk a tévé és a rádió munkatársaiban. Minden az, ami nálunk, én úgy gondolom, hogy fontos, hogy meglegyen nyitottság a látogatókra, kreativitás, alkalmazkodó képesség, rugalmasság. Ezt szerintem mindegyiket megtaláltam a tévé szerkesztőibe, riportereibe, munkatársaiba, és ez nem véletlenül szerintem nagyon jó a kapcsolatunk, és én ezt nagyon köszönöm a látogatóink nevében is.